vizsgáljuk, akkor azt is értesítjük az ügyfelet. Tehát azt lehet mondani, hogy egyébként erre a folyamatra büszkék vagyunk, hogy 6,5 nap az egy számának az átlagos átjutási ideje, nem sok. Az ügyfél jelzi, és 6 napon belül kap egy választ a panaszára, de akkor már nem lehetünk ennyire boldogok, amikor azt látjuk, hogy tulajdonképpen ebből a 6,5 napból 14 perc az, ami tulajdonképpen hasznos. Amikor ezt láttuk, akkor igazából háromféle irány körvonalazódott. Mit lehet egy ilyen esetben csinálni? Vagy csökkentjük a számláknak, vagy növeljük az emberállományt, aki ezzel foglalkozik, hogy a szűk keresztmetszetet megszüntessük. Ugye ez a mai világban azért nem kivitelezhető, meg nem is logikus ennyi szemmel. Másik az, hogy csökkentjük a root cause-t, tehát azokat az okokat, amiért ezek a panaszok generálódnak. Mi ezt az irányt választottuk. Ezt hogyan lehet csökkenteni? Megnézzük, hogy miért kerülnek ezek a panaszok egyáltalán létre, miért jönnek létre ezek a panaszok. Harmadikat elfelejtettem, de majd rájövök. A folyamat során megnéztük azt, hogy ugye azt már beszéltem arról, hogy mik a fő veszteségtípusok, ugye ez a várakozás volt, illetve a másik az, hogy a hibák, hogy ezek a hibák keletkeznek. Ez abszolút egy veszteségtípus, ki kell küszöbölni, hogy ezek a hibák keletkezzenek, és ezáltal a számlapanaszok se fognak létrejönni. Miből keletkeznek ezek a számlapanasz hibák? Egyrészt rendszerhibákat találtunk emberi hibákat, találtunk folyamathibákat, hiányos adatfelvételeket. Ha ezeken tudunk csökkenteni, akkor egész egyszerűen azt láttuk, hogy a panaszoknak körülbelül a felét meg tudnánk spórolni, nem is keletkeznének abszolút ezek a számlapanaszok, tehát nem is kéne abszolút ezekkel foglalkozni. Ha tudunk csökkenteni ezeken a panaszokon, akkor nyilván már a várakozási idő is rögtön le fog csökkenni, és nem kell 20 embert fölvennünk a kivizsgálásra. Ez az a folyamat, ahol igazából, mint az orvosi dolog körülbelül olyan, az összes veszteségtípust, ami a lény ismer, az sikerült azonosítani ebben a folyamatban. Túltermeljük a panaszigyeket, hiszen egy panasz előfordul, hogy többszörítünk panaszigyet. Előfordul, hogy feleslegesen mozgatjuk a panaszokat. Nálunk vidéken történik a panaszkivizsgálás, ezt Miskolci ügyfélszolgálaton leküldjük oda vidékre elektronikusan ezeket a panaszokat. Ez is egy tulajdonképpen egy mozgatást jelent. Átadjuk az adatokat egy külső nyomdának, ez is egy mozgatás. Raktározás esetében úgy jelenik meg, mint szolgáltatás szektor, hogy a korábbi tehát a számlapanasz kivizsgálás sokszor Excel-es számolgatáson történik. Azért az érezzük, hogy ez nem a legmodernabb technika, és ezeket az Excel táblákat 10 évre visszamenően tároljuk is. Iszonyú nagy adatmennyiség, és igazából csak egyedik kellene ezeket az adatokat tárolnunk, tehát itt van egy raktározási veszteségünk tulajdonképpen. Hogyha a komplexitást nézzük, mint veszteségtípus, akkor azt látjuk, hogy nagyon sok manuális munka van, ugye Excelben történik egy csomó esetben a számlapanasznak a kivizsgálása, manuálisan töltődnek be az adatok a számlázási rendszerbe, tehát magyarul, amikor a panaszjegy megnyílik, kivizsgálásra körül is rögzítjük a panasznak az eredményét, ez az egész eredmény, ez manuálisan kerül bele a számlázó rendszerünkben, copy, paste, Excel táblák, stb. Teljesen illogikus, és igazából az egyik fejlesztésünk az is lett, hogy ebből a panaszkivizsgálási rendszerből automatikusan átkerülnek az adatok a számlázási rendszerünkbe, és ezáltal 16 órát nem tudtunk már rögtön spórolni az egész folyamatban. Illetve